Spinosaurus, a valahért legnagyobb teropoda. Visszatérünk rá, hogyha fogott egy halat. A Spinosaurus közismert hatalmas nagy méreteiről. Akár 16 méter hosszúra és 10 tonnásra is megnőhetett. Egyes becslések szerint 20 tonnás is lehetett. A vízi életmódhoz nagyon jól alkalmazkodott és főként halakkal táplálkozott. A hal, amit kifogott, viszont nagyon kelendő volt minden egyes ragadozó szemében, kezdve a teroszauruszokkal, a kis emlősökkel és a gyors tolvajokkal. Hatalmas nagy méreteinek köszönhetően viszont nagyon könnyen meg tudta védeni magát és mondhatni csak egy ellenfele volt a karcsarodontosaurus, viszont gyors tolvajból nincs hiány Afrikában. Ilyen például a Delta Tromeus, ez mondhatni az ottani tródon. Gondolom feltűnt, hogy a Spinosaurusomnak bajsza van. Erre nincs tudományos bizonyíték, de jó eséllyel rendelkezett ezzel a szervvel. Ez olyan lehetett, mint a macska bajusz, méről növő és érzékeny, a legkisebb rezdüléseket is észrevehette. Természetesen lehet, hogy csak érzékelők voltak ott, mint például a mai krokodiloknak, de az biztos, hogy volt valami. Nem tudjuk pontosan, hogy mire volt jó a nagy taréj, lehetséges, hogy hőszabályozó volt, udvarlásban segített, vagy úszást segítette, és még sok más lehetőség is van. Hamarosan jön a következő rész, a Deinonychusról fog szólni.